A múlt héten az Alba Volán jégkorong csapata Interliga mérkőzésen 2-1-re verte a Dunaújvárost. Ez nem változott. A bajnoki találkozónak is beszámító küzdelmet viszont 5-0-ra elveszítette, három játékosa jogosulatlan szerepeltetése miatt. A fegyelmi bizottság mai döntése ismeretében a székesfehérváriak jelezték, hogy fellebbeznek. Ma egyébként csak Interliga mérkőzéseket rendeztek, az Újpest az Akroni Jesenicét fogadta. 16 olyan válogatott játékost foglalkoztat a Jesenice, akik fontos szerepet játszottak abban, hogy délnyugati szomszédaink bent maradjanak idén az A-csoportban. Na nem csak a nagy számok, a mutatott játék is igazolta, hogy jelenleg jóval előttünk erre a szlovén hoki. Míg az Újpest sok helyzetet elpuskázott, addig a vendégeknek 2000-szer is elég volt ahhoz, hogy 2 gólost előnyt szerezzenek már az első harmadban. Razinger vezetésével 5-0-ig meg sem álltak a vendégek a második harmad végéig. Jóval gyorsabb és technikásabb játékukkal megérdemelten jutottak ekkora előnyhöz, ám hozzá kell tenni, hogy az Újpest figyelmetlen cserehibái is hozzájárultak az eredményhez. A második harmad végi újpesti szépítés után 1-1-re hozták a lilafehérek a záróharmadot, így alakult ki a 2-6-os végeredmény. Nem volt ma szerencséje egyetlen Interligában szereplő magyar csapatnak sem a szlovénok ellen, hiszen az Alba Volán Fevita hazai pályán kapott ki az Olimpia Ljubljanától hosszabbítás után 3-2-re, míg a Dacin Vitel 5-1-es vereséget szenvedett a Slavia Ljubljana otthonában.